Üdvözlök mindenkit, dr. Karsai Márton vagyok, és arról szeretnék mesélni, hogy Szegedről indulva az elmúlt pár évben merre vezetett az utam. 2000-ben kezdtem az első fizikus-informatikus évfolyamban, amit az elméleti fizika tanszék indított a Szegedi Tudományegyetemen. Ez volt az utolsó osztatlan 5 éves mesterprogram, de már az új bolognai rendszerben. Ez egy duális képzés volt, ami a harmadik évfolyamig, év végéig a programozó és a fizika szakok majdnem minden tárgyát felvetette velünk, és utána szakosodtunk. Én a negyedik évtől professzor Iglói Ferenc témavezetésével kezdtem el a diplomunkámmal foglalkozni, és főleg tudományos kalandvágyból, valamint Iglói professzor segítségével végül Németországba kötöttem ki, mint Erasmus DAAD cserehallgató, a Saarbrücken Egyetemen, ahol Heiko Rieger csoportjában írtam meg a diplomunkámat. És ez a pár hónap külföldi kutatási tapasztalat végül nagyon fontosnak bizonyult, mivel ekkor döntöttem el, hogy tudománnyal szeretnék foglalkozni. 2005-ben, miután visszatértem Szegedre, elnyertem egy magyar állami doktori ösztöndíjat, így professzor Iglói témavezetésével kezdtem el a doktori programomat a fizika doktori iskolában, az elméleti fizika tanszéken. Egy évre rá sikerült, megkaptam egy francia állami doktori ösztöndíjat, így párhuzamosan a Grenoble Joseph Fourier Egyetemen lettem doktorandusz, dr. Jean-Christian Anglis Doriak témavezetésével. Ennek a kettős témavezetésű doktori képzésnek az volt a lényege, hogy minden évben 6 hónapot Magyarországon és 6 hónapot Franciaországban töltöttem, egy témán dolgoztam, és a végén 2009-ben a doktori védésem egy kettős magyar-francia bizottság előtt történt, és végül summa cum laude minősítést kapott, melynek a végén a magyar és a francia doktori címet is megkaptam. 2009-ben Helsinkibe kerültem, mint posztdoktorandus az Aalto Egyetemre, Jari Saramäki és Kimmo Kaski csoportjába, ahol először találkoztam adatalapú kutatási témákkal, így emberi dinamikával és temporális hálózatok kutatásával kezdtem el foglalkozni. Ehhez a részben elméleti, részben adatalapú kutatáshoz főleg egy nagy mobilhívás adatbázis használtunk, amit professzor Barabási László segítségével értünk el, így lehetőségem volt minden évben pár hetet, hónapot tölteni az ő laboratóriumában, Bostonban, a Northeastern Egyetemen. Egy időben komplex szociális terjedési folyamatok modellezésével is szerettem volna foglalkozni, így sikerült kiépítenem egy kollaborációt az akkor még svéd észt kézben lévő Skype céggel, így évekig dolgoztam velük, mint tudományos tanácsadó Észtországban. Mivel továbbra is terjedési folyamatok adatalapú modellezésével szerettem volna foglalkozni, így 2013-ban nagy megtiszteltetésként bekerültem professzor Alessandro Vespinányi csoportjába, mint posztdoktorandus, így a családom a Bostonba költöztünk egy évre, és egy év amerikai kutató munka után kerültem a Franciaországból Economie Supérieure de Lyon Egyetemre, mint egyetemi adjunktus, ahol a számítástudományi tanszéken és az XI Komplex Rendszerek Intézetében kezdtem el dolgozni. Itt habilitáltam 2019-ben számítástudományból, és ezt követően kaptam egy egyetemi adjunktusi állást a Közép-Európai Egyetemen, Budapesten, majd jelenleg Pécsben, ahol a hálózat és adattudományi tanszéken dolgozom, és a hálózattudományi doktori iskola igazgatója is vagyok jelenleg. Van egy kis kutatócsoportom, amiben jelenleg 4 doktorandusz hallgató és 2 posztdoktorandusz dolgozik, főleg 2 kutatási irányban. Az egyik, ami hálózatokon való terjedési folyamatok adatalapú és matematikai modellezésével foglalkozik, a Budapesti Rényi Intézet és, pár francia kutató kollaborációjával. Valamint egy másik irányban azzal foglalkozunk, hogy az emberek társadalom-gazdasági pozíciója hogyan hat az ő mobilitási mintázatukra, vagy a társadalmi hálózat kialakulására, amit a UNICEF Innovation Office és a Torinoi ISI Foundation-nel együttműködő vizsgálunk. Szegedről indulva egy hatalmas muníciót kaptam az ott eltöltött évek alatt, mint tudás, mint tudományos, mint személyes szempontból, és habár az én utam csak egy a sok közül, de talán jó példa arra, hogy annak ellenére, hogy látszólag messze kerültem a fizika klasszikus értelembe vett elméleti kutatásától, igazából azon az interdisziplináris területen, ahol én dolgozom, ugyanazt a látásmódot követem, amit az egyetemi tanulmányaim során kaptam, vagy elsajátítottam, és mind a mai napig
ugyanaz a kíváncsiság hajt, hogy minél jobban megértsük a világot körülöttünk.